Sziasztok! Szeretnék egy kicsit mélyebb témát behozni. Arról lenne szó, hogy hogyan működnek, hogy hogyan működtek a 8 számítógépek. Igazániból nyugodtan beszélhetek jelen időben, mert a mai számítógépek is szinte teljesen ugyanúgy működnek, csak ugye persze modernebb felépítésben, mint a régi gépek. Ezzel nem az a célom, hogy a digitális technika tantárgyat, hogy ez minimum két fél év egy főiskolán, technikumban is szerintem két-három, de inkább négy fél év, tehát hogy nem ezt szeretném leadni, nem egész egyszerűen csak egy kezd csinálót, kis gondolatébresztőt szeretnék elmondani. Amikor mikroszámítógépekről vagy bármilyen számítógépről beszélünk, ugye ma már digitális számítógépről beszélünk, régebben voltak analóg számítógépek, ezek nyomással működtek, tehát mondjuk két nyomást össze tudott adni, és egy mutatós műszeren lehetett olvasni az összeadás eredményét, ilyesmit lehet elképzelni. Na hát mostanában már nem ez van, hanem minden digitális, binárisan működik. Bináris logikában két értékünk van, lehet nullánk, vagy együnk. Ugye ennek igazat és hamisat, vagy megfelelthetetünk igent és nemet, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy két érték van, és egy adott feszültségszint szint felel meg ennek a nullának, és az egynek is. A null és az egy között lévő tartománynak az a szerepe, hogy a két jelszintet biztonságosan elválassza, ez a tartomány nem jelent információt, tehát ezt az értéket csak átmeneti pillanatokra veheti fel, amikor mondjuk nullából egybe megy át az áramkör, vagy egyből nullára. Eddig ugye egy bitről beszéltem, tehát ez jelent, hát nullát vagy egyet, de mi ugye bájtokat használunk, az ugye 8 bitet jelenti. Mit lehet tenni két bájta? Hát ugye a legegyszerűbb műveletek, amiket tanultunk, össze lehet adni és kivonni. A matematikai műveletek mellett milyen műveleteket lehet még végezni? Itt vannak a logikai műveletek, tehát ha van két bitünk, A és B, akkor ezekkel mit lehet még végezni? Az első az és művelet, ugye ezt angolul endnek mondjuk. Ennél a kimenet akkor lesz igaz, Hogyha mind a kettő, tehát az A és a B bit is egyes, és akkor a kimenetünk egyes lesz. Természetesen több bittere is elvégezhető ez, ABCD-re is akár. Ilyenkor, ha mindegyik 1-es, akkor lesz a kimenetünk, tehát a művelet eredménye 1. A második alapművelet, az a Vagy művelet, ilyenkor a bemeneti bitekből legalább az egyiknek egynek nek kell lenni ahhoz, hogy a kimeneten 1 jelenjen meg. Megfordítva, ha mindegyik 0, csak akkor lesz a kimeneten 0. A harmadik alapművelet, az pedig az invertálás, ugye ez a NOT. Ez gyakorlatilag az igazból hamisat, tehát az egyből ből csinál és a 0-ból 1 Arra lehet használni, hogy valamilyen áramkörnél a kimenetet negáljuk, tehát átfordítsuk pont az invertjébe. A tétélet már említettem, hogy az első 8 bites gépek erre épültek, de miatt a TTL ic beszélnék, még menjünk bele egy picikét, hogy mit jelent a TTL, és mi volt előtte. Simán diódákkal is lehet logikai áramköröket felépíteni, nagyjából egy ilyen kapcsolás képzeltek el, Ugye ennek a bemenetén, ha valamelyik egyes lesz, akkor ugye ez nagyjából megjelenik a kimeneten is. Egy darab tranzisztorra pedig ezt meg lehet invertálni, tehát így építhető egy NOR kapu. A TTL logika ennél bonyolultabb, ezért én is csalok, katalógusból mutatok egy képet, nagyjából így néz ki. A lényeg az az, hogy ez nem csak bonyolultabb, hanem nagyon sok előnye is van, kisebb fogyasztás, nagyobb sebesség, bonyolultabb hálózatokat is föl lehet belőle építeni. A tipikusan használt 74-es TTL szériában több család is létezett, tehát amit itt láthattok a képen, ez ugye eltér, attól függően, hogy melyik családról beszélünk. A lényeg az az, hogy ezekből van, amelyik gyorsabb, van, amelyik lassabb, van, amelyik csökkentett fogyasztású, de mindegyiknél a jelszint az TTL kompatibilis sőt, még CMOS-ból is csináltak TTL kompatibilist. Onnan lehet tudni, hogy a belső felépítés az milyen, hogy mondjuk a 7400-nál az alap áramkörnél csak 7400-át írnak, de mondjuk egy alacsony fogyasztású sotki diódás logika az 74 LS széria lesz, az említett CMOS TTL logikai szintekkel kompatibilis, pedig HCT. Ha pedig valaki valamilyen gyorsabbat akar, akkor az S vagy az AS szériát használhatja. Most pedig következzen az, hogy mit lehet megtudni egy adott TTL szériás IC-ről. Ennek az első áramköre a 7400, ami NAND kapukat tartalmaz. Mit jelent? A NAND kapu azt jelenti, hogy NOT, tehát ez egy invertálás, és egy AND van egymás után kötve. Tehát a bemeneten van egy AND kapunk, tehát és kapunk, minden bemenetünk, hogyha egyes, akkor lesz a kimeneten egyes, de ezt meginvertáljuk, tehát az az érdekes eset áll föl, hogy csak akkor fogunk a kimeneten nullát kapni, ha minden bemenetet, tehát hogy ennek két bemenete van A és B, mind a kettő egyes. Ennek a párja ugye a nor -kapu lenne, ami ugye vagy invertálva, de miért érdekes ez a kettő? Tehát elméletileg NAND és NOR -kapukból minden logikai művelet, minden logikai áramkör felépíthető. Persze egy komplexebb dolognál ez nem igazán reális opció, de ez az elmélet. A TTS sorozatban meg egyetem minden áramkörhöz tartozik egy adatlap, és most megnyitok nektek egy ilyen adatlapot. Ezen meg lehet nézni a látkiosztását, az IC-nek, amit föl szeretnénk használni, és a legfontosabb paramétereit. Milyen paraméterekről beszélünk, például, hogy a bemeneten mekkora áramot kér a meghajtásnak, tehát hogy mennyi áramot fog fölvenni ahhoz, hogy a kimeneten valami megjelenjen, milyen jelszintekkel dolgozik, ugye TTL-lel, vagy CMOS-szal, vagy valami mással. Ugyanígy a kimeneten mennyire képes meghajtani az áramköröket. Ez ugye azért érdekes, mert mondjuk ha egy kimenetre ráakasztunk túl sok másik IC-t, más IC-nek a bemenetét, abban az esetben nem fog jól működni, nem lesz stabil az egész hóvelebanc. Ezen felül még szerepel, hogy mennyit fogyaszt az IC, és ez az egész ugye nagyjából összhangban van azzal, hogy milyen gyors. A milyen gyors itt ugye azt jelenti, hogy a bemenetre ráadunk egy jelet, mondjuk egy invertáló IC-nél bemenetre adunk valamit, és a kimeneten mekkora késletetéssel fog megtörténni a jel megjelenése. Tehát mondjuk nullából egybe megy át a bemenet, és a kimenet mikor megy le egyből nullába. Miért fontos ez a sebesség, a késletetés? Azért, mert ha több kaput kötünk egymás után, akkor ezek összeadódnak, tehát van egy késletetési sebessége, mire átér az egyik pontból a másik pontba, tehát az összes művelet végrehajtódik, és beáll a végeredmény. Ha ez nem elég gyors, akkor ugye nem fog működni az áramkör. Emellett pedig van még egy hiba lehetőség, ami pedig abból adódik, hogyha egy jel több úton terjed, de rajzolok nektek gyorsan egy ilyen áramkört, akkor, hogy láthatjátok, tehát az egyik kapun van erre elindul, és mire végig terjed itt, de itt van egy másik útvonal, addig megtörténhet az, ide rajzolok egy gyorsan egy idődiagramot, hogy ezen az útvonalon gyorsabban ér oda, mint ezen az útvonalon, és ugye ez azt jelenti, hogy itt megjelenik mondjuk egy tüske. Most akkor kérdezhetitek, hogy ezt a hibát hogyan lehet feloldani. Több megoldás is van rá. Az egyik, hogy úgy tervezzük meg a hálózatot, hogy ne jelenjen meg ez a hazár jelenség. Most ebben nem megyek bele, meg lehet tervezni. Ha a szoftverre csinál az ember, akkor azért az figyel rá, de egy karnó táblával ezt így tanítják, hogy hogyan kell megcsinálni. De ebbe most nem menjünk bele. A másik megoldás pedig az, hogy szinkron hálózatokat használunk. Amiről eddig beszéltem, azok voltak nagyjából az aszinkron hálózatok. A szinkron hálózatnak pedig az a lényege, hogy van egy órajel, és gyakorlatilag egy adott él megjelenésénél mintavételezzük a logikai hálózat kimenetét, és így, ami előtte történik, tehát a két órajel mondjuk fel vagy lefutó érek között, az nem jelenik meg hibaként. Azt hiszem, elsőnek most ennyi elég is lesz, tehát összefoglalnám, amit eddig elmondtam. Léteznek aszinkron és szinkron szekvenciális logikák, az előbbi az egyszerű áramköröknél jól működik, de megvannak a maga problémái. A felmerülő jelterjedési idő problémákat okozhat, ezt oldja meg az órajel vezérelt szinkron logika. A szinkron logika ugye valamilyen módon élvezérelt, tehát nagyjából egy órajellel vezérelhető, ennek valamelyik lefutó vagy felfutó élére működik az egész, a kimeneten ezt mintavételezünk, tároljuk és jelenítjük meg. Megemlítettem még TTL és DTL logikát is, de nagyjából ez volt a lényeg. A következő részben pedig már szinkron elemekről fogok beszélni, rom Ramról, RAM-ról, egy picikét CPU-ról lesz szó, hogy hogyan lehet összeilleszteni ezeket. Tartsatok akkor is velem, sziasztok!